Útfejlesztés, közlekedés, ismét válaszolt a debreceniek kérdéseire Papp László polgármester. Segít a Dorkász, a szervezet rászorulóknak gyűjt iskolaszereket. Lovak, pásztorok, mától vasárnapig tartanak az 55. Hortobágyi Lovasnapok programjai. Jó estét kívánok, ez a DTV híradó, július 14-e péntek van, mondjuk a legfrissebb helyi híreket. A legtöbb kérdés most is a közlekedés fejlesztéssel kapcsolatban érkezett a Polgármester válaszol című műsorunkhoz. Nézőink a zajszennyezéstől a kerékpárút hálózatig számos kérdést küldtek be a város első emberének. Papp László polgármester az akkumulátorgyárak építésével kapcsolatban azt mondta, úgy látja, hogy a debreceniek számára az a fontos, hogy erős hatósági kontroll mellett működjenek ezek az üzemek. A nemrég felújított Betlen és Egyetem sugárúton tapasztalható komoly zajhatásra panaszkodott az egyik ott lakó. A megnövekedett forgalom mellett sokan vannak olyanok, akik szerinte indokolatlanul bőgetik járműveiket. A város első embere azt mondta, ennek az útszakasznak a fejlesztése egy jelentős kapacitásbővítő beruházás volt. Papp László hozzátette, a közlekedési hatóság, amikor az utat üzembe helyezték, egy zajmérést is előírt a város számára. Ezt el is végezték, de akkor nem volt gond. Ezt ráadásul a 10 emeletes házak között mértük, hiszen ott van a legnagyobb zajhatásnak kitéve a lakókörnyezet. Természetesen annak nincsen akadálya, hogy esetleg ezeket megismételjük, vagy hát nyilván tettenérés esetén a rendőrségnek van lehetősége ilyen szituációban intézkedni. Volt, aki a kerékpárút fejlesztésekkel kapcsolatban javasolta a Berzsenyi utca átalakítását. A polgármester válaszában kitért arra, hogy az elmúlt években a keleti és a déli városrészekben is jelentős közlekedésfejlesztéseket hajtottak végre. A következő komolyabb kerékpárút fejlesztést pedig Debrecen és Pallak között tervezik. Papp László hozzátette, elsősorban a nagyforgalmú és a gyűjtőutak esetében, valamint a lakótelepeknél alakítanak ki kerékpárutakat. Tehát jelen pillanatban a Berzsenyi utca esetében ez nincs tervevéve, de ott a Veres Péter utca környéke, Budai Nagy Antal környéke kerékpáros közlekedésre egyébként alkalmassá van téve, és nyilvánvalóan a Sámsoni út fejlesztés, hogyha már keleti városrészről beszélünk, az egyik legnagyobb léptékű közlekedésfejlesztés most ebben az évben, illetve 2024-ben. A szélerőművek és a veszélyes üzemek telepítésével kapcsolatban feltett kérdésre Papp László azt mondta, nincs gond például a hosszú évek óta Debrecenben működő Tevával sem, a város büszke arra, hogy gyógyszeripari központ. A hatóságoktól a gyár vezetéséig mindenki végzi a dolgát, véleménye szerint az akkumulátorgyárok esetében is hasonló lesz a helyzet. Ráadásul újabb fejlemény a déli gazdasági övezetben épülő üzemmel kapcsolatban, hogy a vállalat kérte a környezethasználati engedély módosítását. Még további szigorúbb önmagával szemben is szigorú feltételeknek akar megfelelni. Legyen szó széndioxid kibocsátásról, szénmonoxid kibocsátás, vagy bármilyen olyan anyagról, amely az üzemből távozhat. Tehát javul jelentős mértékben az együttműködése a környezetével ennek az üzemnek. Az Európa Kulturális Fővárosa pályázattal kapcsolatban feltett kérdésre a polgármester azt mondta, annak ellenére, hogy nem a város kapta a címet, büszke Debrecen kulturális sokszínűségére, és azokat a fejlesztéseket pedig, amiket a pályázatban vállaltak, meg is valósították, így az ország két legmodernebb színházát alakították ki Debrecenben. A nagyvárosok mindennapi működésének elengedhetetlen része a közösségi közlekedés. Az ezzel kapcsolatos kérdésekről lesz szó a Nagyváros Podcast szombati epizódjában. A DKV ZRT vezérigazgatója Tóth Szabolcs lesz Bulik Péter vendége a nagyvárosban. A podcastből kiderül, hogy hol tart most a debreceni közösségi közlekedés szolgáltatás fejlesztése, és milyen távlatai vannak az ágazatnak. A beszélgetésben szó esik majd arról is, hogy mit jelent a zöld átállás a közösségi vállalat számára, és mennyire népszerűek az utasok körében a DKV innovatív információtechnológiai megoldásai. A Nagyváros Podcast közösségi közlekedésre fókuszáló epizódját július 15-én szombaton 20 óra 20 perctől láthatják itt a Debrecen Televízióban. Emellett a YouTube videó megosztón, audio változatban pedig a Spotify streaming szolgáltató applikációján is elérhetővé tesszük.
Idén is elindult a Dorkász Szolgálat Alapítvány hagyományos tanszergyűjtő akciója. A szervezet ezúttal is várja a felajánlásokat, amiket majd a rászorulókhoz juttatnak el. Ceruza, füzet, vonalzó, ezeket és más egyéb tanszereket várnak a Dorkász Szolgálat önkéntesei. Az adománygyűjtő kampány ma kezdődött 3 debreceni nagyáruházban. Célja, hogy a Debrecen környékén élő rászoruló gyerekek iskolatáskáit feltöltsék az őszi tanévkezdésre. A gyűjtéshez 9 debreceni cég, köztük gyógyszer- és járműipari vállalat is csatlakozott, de várják a civil szervezetek és a magánszemélyek felajánlásait is. Idén az alapítvány célja, hogy augusztus 14-éig legalább 300 tanszercsomagra elegendő adományt gyűjtsenek össze. Adakozni nem csak személyesen, de a szervezet honlapján célzottan is tudnak a támogatók. Ceruzák, füzetek, ragasztószalag, radír, minden ilyen alapvető kis egyszerű dolog jól jöhet nekünk, ami másoknak egyébként természetes. Itt olyan rászoruló gyerekeknek gyűjtünk, akik egyébként a Dorkásszal már kapcsolatban vannak. 6 településen van egyébként kihelyezett képviselőnk, és ők segítenek abba, hogy kihez tud igazán eljutni, és kinek van a legnagyobb szüksége a tanszerekre, az adományokra. Októbertől már Debrecenből is repülhetünk Hurgadába. Az első gép október 29-én száll fel, közölte a Wizz Air. A Diszkont légitársaság október végétől hetente 2 járatot indít Debrecenből az egyiptomi városba. A gépek csütörtökönként és vasárnaponként közlekednek majd a téli szezonban. Hurgada egy visszatérő új járat a debreceni nemzetközi repülőtér életében, ami utoljára 2019-ben volt elérhető. A Wizz Air weboldalán és mobil applikációjában mától lehet foglalni az új útvonalra. Elkezdődött az ítélkezési szünet a debreceni törvényszéken és az illetékességébe tartozó járásbíróságokon. A törvényszék tájékoztatása szerint az ítélkezési szünet augusztus 20-áig tart. Addig főszabály szerint nincsenek tárgyalások a bíróságokon. A törvénykezési szünet időszakában a kezelőirodák működése ügyfélfogadási időben változatlan. Beadványaikat akár elektronikus úton is benyújthatják az ügyfelek, és az iratokba is betekinthetnek. Az ítélkezési szünet ideje alatt az ügyfélsegítő szolgáltatást az egész vármegyében a debreceni járásbíróság biztosítja elektronikus úton. Az elmúlt hetekben több mint 200 gyerek fordult meg a Debrecen Bánki Református Egyházközség napközistáborában. A fiatalok a hitélet mellett a háztáji állatokról és az erdő élővilágáról is szerezhetnek új ismereteket. A dolgozó szülőknek nagy segítséget jelent a 2014 óta működő erdei tábor, mert ott biztonságban és szép környezetben tudhatják gyermekeiket. Lassan menjél, ez a vard az állatokat. Gyertek! Pávatollat keresnek a bánkon táborozó gyerekek. A területen élő háztáji állatokkal már a tábor első napján találkozhattak, de sok más szabadidős tevékenységre is lehetőségük van itt. Sok sport lehetőség is van, lehet kosarazni, focizni, görkorcsolyázni. Hát összességében jó ez a tábor nagyon. Az állat simogatókkal nem csak a környezetüket ismerhetik meg jobban a gyerekek, de a természet védelméről és az állatok gondozásáról is sokat tanulhatnak. 5 hét alatt közel 200 gyermek fordult meg itt a mintegy 2,5 hektárnyi területen. Minden nap az állatetetéssel kezdjük, pontosan azért, hogy lássák, hogy miből is készül a ételük, amit eléjük teszünk, és hogy azzal mennyi munka van, nem csak elfogyasztjuk, hanem bizony itt gondozni is kell az állatokat, illetve meg is tanulják, hogy hogyan néz ki a testfelépítésük, mit tehetnek, mit nem ehetnek, mit szabad velük csinálni, mit nem. A gyerekek itt közösségi élményeket, új barátokat is szerezhetnek. A tábor tematikus programjai között első helyen található a hittanfoglalkozás, amiken szakszerű hitoktató lelki segítségével a gyerekek játékosan dolgoznak fel egy-egy témát. Mindenképpen egyfajta missziói célja is van ennek, tehát áhítattal kezdődik minden reggel, kézműveskedés, egy kis játék a bibliai történetekhez kapcsolódóan, és hát ugye itt az erdei környezetben rengeteg természeti élmény is várja a gyermekeket. A táborozókat minden hét utolsó napján ugráló vár, ki mit tud, dodgem és arcfestés is várja. A Debrecen Bánki Református Egyházközség 2014 óta minden évben több turnusban indít napközis tábort, hogy a szülők biztonságban tudják gyerekeiket.
Három nap 1000 ló és 5000 lovas. Megkezdődött az 55. Hortobágyi Lovasnapok. A programsorozat középpontjában az egyik legismertebb csikós virtus, a pusztaötös lesz. A vasárnap estig tartó rendezvényre látogatókat díjugrató és fogathajtó versenyek várják, illetve megrendezik a hortobágyi vágtát is. A csikós a két hátsó lovon áll, miközben az első hármat is irányítja. Ez a híres pusztaötös. A mutatvány nem csak erőt és kitartást igényel, de fontos a lovas és a lovak közötti összhang is. Ezért lett a pusztaötös az 55. Hortobágyi Lovasnapok szimbóluma. A ötös akkor mindenféleképpen pusztaötös, aminek úgymond Hortobágy az egyik szülőhazája, és 5 darab meghívott pusztaötös, illetve a 6. a saját pusztaötösünk szerepel a vendégek szórakoztatására összeállított programban. Itt a Kosina Péter követi, szintén csikós számadó. A háromnapos programsorozaton megrendezik a csikósok versenyét, de összemérik tudásukat az ország legjobb díjugratói is. Lesz fogathajtás több kategóriában, vasárnap pedig a hortobágyi vágta lovasainak szurkolhatnak a nézők. A Hortobágyi Lovasnapok üzenete több mint fél évszázada változatlan, a magyar lovas hagyományok bemutatása és továbbadása. Itt a Mátai Ménesben elsősorban a Mátai Ménes munkáját, a Mátai Ménes tenyésztő munkáját és a csikósokat, a pásztorok közül a csikósokat tudjuk leginkább bemutatni. Az 55. Hortobágyi Lovasnapokon kézműves vásár is várja a látogatókat, akik megkóstolhatják a hagyományos pásztorételeket, például a slambucot is. Megnyerte második felkészülési mérkőzését a Loki az ausztriai edzőtáborban. A DVSC 4-1-re győzte le az osztrák élvonaltól búcsúzó S-Faurid együttesét. Jól kezdte a mérkőzést a Debrecen. Antonio Mance 41. percben lőtt góljával szerzett vezetést a Loki. A DVSC lendülete a mérkőzés második felére sem hagyott alább. Sőt, Mance mesterhármasa mellett Dominguez volt még eredményes, amire az ellenfélnek csak egy válasza volt. A végeredmény tehát 4-1 lett a Loki javára. A keret másik fele késő délután lépett pályára a Linz otthonában. Ez a mérkőzés adásunkkal körülbelül egy időben ér véget. Kora esti romantikus séta négylábúakkal, szülinapos zsuzsi vonatozás a Hármashegy alján és lovasnapok a Hortobágyon. Ezen a hétvégén is változatos programok közül választhatnak a debreceniek. Hétvégén nyári nagy sétára indulhatunk Menhelyen élő négylábúakkal. Az Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület szombat délután kutyasétáltatásra és pihenős kávézós tázós macskázásra hívja az állatbarátokat. Vasárnap 141. életévébe lép Magyarország legrégebbi keskeny nyomközű erdei kisvasútja a Zsuzsi. A születésnapot ingyenes programokkal ünnepelhetik a vasutasok, a vonatbarátok és természetesen az utasok. Vasparipa után valódi lovak is lesznek. Ezen a hétvégén várja a lovas sportok és a népi hagyományok kedvelőit a Hortobágyi Lovasnapok programsorozata. Egyebek mellett fogathajtóverseny, méneshajtás, díjugratás és csikós bajnokság is szórakoztatja majd a közönséget. Eddig tartott ma híradónk. Riportjainkat megtalálják a dehír.hu hírportálon, illetve a Média Centrum Debrecen és a Dehír mobil applikációján. Hírműsorra legközelebb vasárnap este jelentkezünk. Addig is ne feledjék, hogy holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!